Nyílt levelet írt Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium volt államtitkára Belénesi Csabának, az MTI vezérigazgatójának, amelyben visszautasítja az őt lejáratni kívánó koncepció. MTI által közölt hírt és helyreigazítást kér. Az MTI tegnap egy olyan blogot idézett, amelyet csak aznap regisztráltak, és csak egyetlen, a volt államtitkáról szóló bejegyzést tartalmaz. Ráadásul a hírügynökség már az előtt kiadta az információt, mint hogy a blog megtalálható lett volna az interneten. A tegnap megjelent blogbejegyzés arról írt, miért is távozott valójában Ángyán József az államtitkári székből. A szerző szerint nem a kormány birtokpolitikája miatt, hanem mert két úgymond haverját felmentette a vidékfejlesztési miniszter. Az MTI hírkiadásakor a napra forgó blog még nem volt megtalálható az interneten, csak jóval később és akkor is csak ez az egy bejegyzés volt az oldalon. Ángyán József késő este nyílt levélben utasította vissza a megjelent információkat és azt, hogy az MTI egy nem létező blog első és egyetlen bejegyzéséből pillanatok alatt országos hírt kreált, anélkül, hogy a bejegyzés tartalmát bármilyen módon ellenőrizte volna. Az MTI 2012. május 2-án 14 óra 20 közre adott egy engem lejáratni szándékozó koncepciós írományból kreált hírt, amelyet visszautasítok. Az abban foglaltak minden alapot nélkülöznek, egytől egyik szemenszedett hazugságokat tartalmaznak. A volt államtitkár most jó hírnév megsértése miatt vizsgálatot követel a távirati irodánál. Követelem továbbá, hogy indítsanak azonnali vizsgálatot annak kiderítésére, hogyan fordulhatott elő, hogy egy ilyen egynapos blog első és egyetlen bejegyzése vezető hírré válhatott az MTI-nél, különös tekintettel arra is, hogy ki vagy mely intézmény volt a figyelemfelhívó hírforrás. Kerestük az MTI vezérigazgatóját, aki egy közleményben reagált. Mint írja, a hírügynökség azért dolgozta fel a blogbejegyzést, mert hírértékűnek ítélte meg. Az én blogomat mikor fogja az MT feldolgozni, én elég gyakran írok blogbejegyzéseket, és még néhány tíz. Tizen... Az LMP szerint az eset jól példázza, milyen helyzetben van a magyar sajtószabadság, és azt igazolja, hogy a közmédia még mindig fal a norma szegőknek azzal, hogy a Fidesz élő lelkiismeretét Ángyán Józsefet pocskondiázza. Ma van a sajtószabadság világnapja. E, azt gondolom, hogy ezen a napon igazából ékes példáját kapjuk annak, hogy milyen Magyarországon a sajtószabadság helyzete, amikor a magyar adófizetők pénzén fenntartott támogató iroda egy nem létező blog valóta állításai alapján próbál pocskondiázni egy politikust. Ángyán József több ízben kritizálta a kormány földbirtok politikáját. A földbérleti pályázatokat tárgyaló bizottsági ülésen nyilvánosan is kifakadt a kormányzat ellen. Lemondását a vidékstratégiát vázoló Darányi Ignác terve mutatása után nyújtotta be. Akkor azt mondta azért, mert a Nemzeti Vidékstratégiában kitűzöttekkel szemben gazdasági érdekcsoportok, maffia családok, oligarchák, nagybirtokos zöldbárók koalíciója jött létre.